Reggelt. Sziasztok, tesók! Na hát, imádkozzunk és dicsőítsünk együtt. Mennyi atyám, köszönjük ezt a reggelt, és nagyon hálás a szívem azért, hogy együtt lehetünk, hogy szerethetjük egymást, hogy új emberekké tettél minket. Amúgy elgondolkodik az ember, hogy mi kötne minket egymáshoz, annyira különbözünk, annyira mások vagyunk, uram, más háttérből, más érdeklődéssel. De mégis, Uram, így új emberként összeköt minket a Te véred, hogy megváltottak vagyunk, hogy új emberek élettünk, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. És ez hatalmas dolog. Uram, mi erről nem szeretnénk elfeledkezni, hanem szeretnénk ezt megünnepelni, és szeretnénk élvezni, hogy a családodba fogadtál minket, hogy teljes jogú örökbe fogadott gyermekeid lettünk. Szóval azért imádkozom, Uram, hogy áld meg ezt a reggelt, és segíts nekünk, a lelki szemeinkben, szóval hogy nyisd meg a lelki szemeinket, hogy még inkább megismerjünk téged. Hogy meglássuk, Uram, hogy milyen nagy hatalmad van mi rajtunk hívőkön, és hogy milyen gazdag az az örökség, amit nekünk készítettél. Imádkozom azért is, hogy amikor az úrvacsorát vesszük, akkor ez egy személyes találkozás lehessen veled. Hiszen te oda hívsz minket is az asztalodhoz. Megvendégelsz minket, és emlékeztetsz arra, hogy miért lehet üdvösségünk. Mert a te tested megtöretett értünk, és a te véred tisztára mosott. Áldunk téged ezért, Uram. És kérlek, hogy szólj hozzánk az igédből is, Uram, hogy bölcsességet nyerjünk és iránymutatást az életünkben. Szeretnénk téged követni. Szeretnénk engedelmes életet élni. Jézus nevében. Ámen. Dicsérjük az Urat. Nem volt reményem, s nem volt barátom, egyedül voltam itt a világon. Nem ismertem őt, de közel jött hozzám. Új reményt adott, és átformált engem, ami volt elmúlt, új ember lettem, drága szellemét küldte el hozzám. Megtalált az Úr, és elhívott engem, mindenem övé, a gyermeke lettem. Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem. Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt, Jézus ma is él, s a nevemen szólít. Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem. Jézus él a szívemben. Nem volt reményem, s nem volt barátom, egyedül voltam itt a világon. Nem ismertem őt, de közel jött hozzám. Új reményt adott, és átformált engem, ami volt elmúlt, új ember lettem, drága szellemét küldte el hozzám. Megtalált az Úr, és elhívott engem, mindenem övé, a gyermeke lettem. Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem. Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt, Jézus ma is él, s a nevemen szólít. Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem. Megtalált az Úr, és elhívott engem, mindenem övé, a gyermeke lettem. Megtalált az Úr, és elmúlt minden félelmem. Megtalált az Úr, és viszem a jó hírt, Jézus ma is él, s a nevemen szólít. Megtalált az Úr,
és elmúlt minden félelmem. Jézus él a szívemben. Méltó vagy minden dalra, amit éneklünk, minden dicséretre, amit zenghetünk. Méltó vagy arra, hogy érted éljünk, csak te érted. Jézus az egyetlen minden név felett. Jézus, csak te vagy, aki megmenthet. Méltó vagy arra, hogy érted éljek, csak te érted. Szent vagy, rajtad kívül nincs más. Tőled jön az áldás, hadd csodáljam jelenléted. Ó, kérlek, hadd lássalak téged, töltsd belém szent lelked, hadd szeressek úgy, ahogy te. Méltó vagy minden dalra, amit éneklünk, minden dicséretre, amit zenghetünk. Méltó vagy arra, hogy érted éljünk, csak te érted. Jézus az egyetlen minden név felett. Jézus, csak te vagy, aki megmenthet. Méltó vagy arra, hogy érted éljek, csak te érted. Csak te nincs
te tervedben engem is akartál. Hozzám annyira hű voltál. Hangot sem adtam, mert felettem daloltál. Hozzám annyira jó voltál. Teremtő tervedben engem is akartál. Hozzám annyira hű voltál. Hangot sem adtam, mert felettem daloltál. Hozzám annyira jó voltál. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmed. Ó, hogy üldöz engem, harcol értem, és nem adja fel. Nem én kerestem, nem érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmed. Ellened küzdöttem, s te értem harcoltál. Hozzám annyira hű voltál. Megromlott lelkemért mindent feláldoztál. Hozzám annyira jó voltál. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmed. Ó, hogy üldöz engem, harcol értem, és nem adja fel. Nem én kerestem, nem érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmed. Nincs hely, mit feltennem, hegy, mit meg nem néztem. Falakat ledöntesz, hazugságot rombolsz, hogy utánam jöhess. Nincs hely, mit fel ne tárnál, hegy, mit meg ne másznál, hogy utánam jöhess. Falakat ledöntesz, hazugságot törsz meg, utánam jöhess. Nincs hely, mit fel ne tárnál, hegy, mit meg ne másznál, utánam jöhess. Falakat ledöntesz, hazugságot rombolsz, hogy utánam jöhess. Nem múló, túláradó, vakmerő szerelmed. Ó, hogy üldöz engem, harcol értem, és nem adja fel. Nem én kerestem, nem érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló, túláradó, vakmerő szerelmed. Világosságom és segítségem,
Te vagy Uram, mitől félnék? Életem ereje, csak Te vagy, miért rettegnék? Megúvsz engem a veszedelemben, s elrejtesz a szárnyaid alá. Csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassam házadban életem idején. Lábadnál hadd időzzek el, és gyönyörködjek benned, amíg csak élek én. Felemeltett fejem, mikor hívtalak, Te meghallgattál. Sziklára állítottál, minden bajból kimentettél, ezért szívem Téged áll. Erős karoddal vezet, és mindenben győztessé teszel. Csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassam házadban életem idején. Lábadnál hadd időzzek el, és gyönyörködjek benned, amíg csak élek én. Kezem két tárom feléd, mindenem a tiéd, szívemből bízom benned, megtartod életemet, hűséget pajzsom, páncélom. Te vigyázol rám, ha ellenség támadna meg, tudom, Te mellettem állsz. Kezem két tárom feléd, mindenem a tiéd, szívemből bízom benned, megtartod életemet, hűséget pajzsom, páncélom. Te vigyázol rám, ha ellenség támadna meg, tudom, Te mellettem áll. Csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassam házadban életem idején. Lábadnál hadd időzzek el, és gyönyörködjek benned, amíg csak élek én. Csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassam házadban életem idején. Lábadnál hadd időzzek el, és gyönyörködjek benned, amíg csak élek én. Örökké, hogy lakhassam házadban életem idején. Lábadnál hadd időzzek el, és gyönyörködjek benned, amíg
csak élek én. Nyitva áll a mennyei hely, ahol jelenléted vár rám. Ez a hely az irgalomé, mégis hódolattal lépek hozzá. És én arcra borulok, mert a fényed rám ragyog. És én arcra borulok, dicsőséged rám ragyog. Nincs olyan a mennyben, mint te, hozzád hasonló a földön nincsen. Mindenek királya vagy, íme meghajló. És én arcra borulok, dicsőséged rám ragyog. És én arcra borulok, mert a fényed rám ragyog. És én dicsőséged rám ragyog. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, jöjj most közénk, jó atyánk, várunk rád. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, Szent Lelked, tős Király, várunk rád. Dicsőséged járjon át, dicsőséged járjon át, jöjj most közénk, jó atyánk, vágyunk rád. És én arcra borulok, mert a és én arcra borulok, dicsőséged rám ragyog. Uram, olyan hálás vagyok neked, hogy itt lehetünk előtted, és
És hálásúak neked azért, hogy mindig a te menedékedbe vonulhatunk, Uram, és hogy ilyen nehéz napok és hetek árnyékában is tudjuk, hogy kire nézzünk, Uram, és tudjuk, hova tenni ezeket a dolgokat, Uram, hogy amik így körülöttünk történnek a világban, azok hova vezetnek. És köszönöm, hogy lehet reménységünk benned, és köszönöm, hogy várhatjuk azt, hogy te visszajöjj értünk, Uram, és ez egyre kézzelfoghatóbb, és egyre tapinthatóbb, Uram, a te közelséged, a te visszajöveteled, Uram, és kérlek, hogy erősítsd a mi szívünket, hogy tényleg erre gondoljunk, és ne a félelem és az aggódás legyen rajtunk, Úrá, hanem így a vágyakozás és a remény. Jézus nevében, ámen. Egy pár dolgot hadd hirdessek, mielőtt belekezdenénk az ige tanulmányozásába. Az egyik, ma reggel küldtem egy e-mailt hölgyeknek a Gyűlis hírlevére, hogy miszerint lesz egy női hétvége Vajtán. Ez április 8-9-10, ez egy hétvége, péntek, szombat, vasárnap, azzal a mottóval, azzal a címmel, hogy gyémánt születik. Egyébként csak sugok, hogy a feleségem lesz az egyik tanító. Szóval így jó lenne, ha el tudnátok menni. Nagyon klassz hétvégék szoktak lenni. A hölgyek mindig felfrissülne, jönnek vissza. Szóval ajánlom mindannyiótoknak, hogyha ennek bármilyen anyagi akadálya van, akkor kérlek, gyere és beszélj velünk, mert nem szeretnénk, hogy emiatt maradj le erről a nagyszerű lehetőségről. Jelentkezni március 13-ig lehet, tehát viszonylag rövid a jelentkezési határidő, ezt itt tartsátok észben. Ha valaki meg nem kapta meg az e-mailt, mert nincs rajta a hírlevélistán, akkor engem a bajgasson, és akkor meg fogja kapni. Egy másik hirdetnivaló, hogy biztos láttátok, hogy most már van gluténmentes úrvacsora is. Hogyha valaki emiatt tartott eddig távol magát, hogy úrvacsorát vegyen, az nem kell ezután. A másik, hogy az alkalom után szeretnénk imádkozni ezért a háborús helyzetért, ami egyre inkább fokozódik, és tudom, hogy sokatokat felzaklat, engem is, de közben meg arra is emlékeztetünk, hogy Isten egy hatalmas eszközt adott a kezünkbe, az imádságot. És kaptatok erről is egy e-mailt, hogy van több módja annak, hogy hogyan segítsünk most azoknak, akik rászorulók. Ennek vannak eszközbéli lehetőségei is, akár étel, pénz, vagy fuvar, vagy stb. Ennek vannak ilyen megoldásai is. De amit szerintem mindannyian a legtöbben tehetünk, és talán a legfontosabb ez, hogy együtt imádkozzunk. És ma reggel, amikor olvastam az igét, eszembe jutott egy igevers, amikor Dávid Góliáttal küzd, és emlékeztek, kiáll ez a hatalmas Góliát, teljes fegyverzetben, lenyűgöző méretekkel és harceszközökkel, és ő... Mégis Dávid úgy válaszol neki, hogy én az Úrnak a nevében jövök ellened. A seregek Urának nevében. És a csata az Úrhoz tartozik. Vagy ahogy az én fordításom, meg valószínűleg a tiéd is a leggyakrabb fordítása ehhez magyarul, hogy mert az Úr kezében van a háború. És szerintem micsoda emlékeztető ez mostanság, hogy ez a harc szintér, ami ott zajlik tőlünk pár száz kilométerre, ez az Úr kezében van. Szóval így kérhetjük az Istent, hogy avatkozzon bele. És leginkább az, hogy előre mozdítsa az evangélium ügyét ezen keresztül. Szóval az alkalom után, hogyha az időd megengedi, akkor ne siess el, és akkor majd kisebb csoportokban együtt szeretnénk imádkozni. De most lapozatok légy szíves a Timóteusi levélhez. Ha még mindig a Tesszalonikánál van a könyvjelződ, mert hogy múltkor azt tanulmányoztuk, akkor csak egyet lapozz, és odaérsz a Tesszalonikai levélhez. A Timóteusi levélhez. Ez egy viszonylag ritkán tanított levél egyébként a gyülekezetekben, mert nem egy gyülekezetnek íródott levélről van szó, hanem egy személynek íródott levélről van szó. Pál írt egy Timóteus nevű embernek. Szóval ez egy személyes levél Páltól, Timóteusnak. De sokkal több annál.
Ez majd ki fog derülni számotokra is, hogy Pál nem csak egy barátként ír, holott Timóteus az ő barátja volt. Nem csak azért ír, mert személyesen gondja van Timóteusra, holott tudjuk, hogy nagyon közel álltak egymáshoz. Hanem ez egy nagyon fontos levél így a szolgálat terén, és az efézusi gyülekezetnek is, ahová ez a levél szólt, hiszen Timóteus ott szolgált. Szóval amikor majd látjuk Pált bemutatkozni, nem úgy mutatkozik be, hogy hello Timóteus, én vagyok Pál a legjobb barátod, hanem úgy mutatkozok be, mint apostol, mint Jézus Krisztus apostola. És meg akarta erősíteni Timóteust ezen a levélen keresztül, mint a gyülekezet vezetőjét, mint a gyülekezet pásztorát. Három pásztori levél van az igében egyébként, az első Timóteus, a második Timóteus, és a Tituszhoz írt levél, egymást követve így vannak az igében. Na nézzük meg az első két verset. Pál, ami üdvözítő Istenünknek és Krisztus Jézusnak, ami reménységünknek rendeléséből, Krisztus Jézus apostola. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi úrunktól. Szóval a szerző Pál így mutatkozik be nekünk. Jézus Krisztus apostola. Isten és Jézus rendeléséből. Szóval itt egyből látjuk, hogy azért ez egy hivatalos levél is, egy személyes levél is, de Pál úgy mutatkozik be, mint Isten küldöttje, mint egy apostol, akinek tekintélye van. És ez minden ember tekintélye egyébként, ugye ezt mondja Jézus is, hogy az igében is olvassuk, hogy a tekintélyünk abból származik, hogy ki előtt hajtunk térdet. Mondta is az a római százados az úrnak, hogy hát ha én azt mondom az egyik katonának, hogy jöjjön ide, ő idejön. És ha azt mondom, hogy menjen elő, elmegy, hiszen ő fejet hajtott a császár előtt, ez a katona, tehát a császár tekintélye volt rajta. De látta Jézus Krisztuson, hogy rajta pedig Isten tekintélye van. Az Atya tekintélye van. És itt így mutatkozik be Pál. Engem elküldött Isten hozzád. Engem Isten rendelt apostolként. Ki a címzett? Timóteus, akit így nevezik Pál, hogy igaz fiamnak a hitben. Szóval elég közel állhattak egymáshoz. Pálnak nem volt fizikailag a gyermeke Timóteus, de mégis úgy tekintettek egymásra, mint apa és fia a hitben. Amikor Pál a missziós útján volt Lisztrában, akkor találkozott Timóteussal. Akkor ismerte meg őt és a családját. A Apcsel 16-ban olvassuk, hogy Timóteusnak egy görög édesapja volt, és egy zsidó édesanyja. Amikor Pál találkozott vele, akkor már ifjú korában járt, és eddigre már úgy megismerte az igét, mert az édesanyja meg a nagyanyja a hit útjára nevelte ifjúkora óta. De Pál, amikor továbbment Lisztrából, maga mellé vette Timóteust, és Timóteus együtt szolgálhatott Pál apostollal, és felnövekedett a hitben, felnövekedett a szolgálatban, és Pál később azt mondta Lóra, hogy nincs hasonló lelkületű hozzá Timóteushoz, aki olyan önzetlenül akarna segíteni másoknak, mint ő. Aki annyira képviselni Jézus Krisztus lelkületét. Tehát amikor Pál valahová el kellett küldjön valakit maga nevében, bátran küldte Timóteust, mintha magát küldte volna. Így köszönt neki. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől. Pál általában valami hasonló módon köszönt, üdvözölte a gyülekezeteket. Azt írta, hogy kegyelem és békesség a Jézus Krisztustól. Érdekes, hogy a pásztori levelekben mindig ez a hármas köszöntés van. Kegyelem, és megérkezik ide az irgalom is. Kegyelem, irgalom és békesség. Valószínűleg Pál a római házi őrizete után írta ezt a levelet. Ugye tudjátok, hogy Pál Rómába került, házi őrizetben, aztán majd egy másik alkalommal végül börtönbe került, és Rómába hívta őt haza az úr, Rómából. De miután első fogsága lejárt házi őrizete, visszament Efézusba. Ez volt az a hely, ahol itt Timóteus szolgált. Ugye Efézusban volt egy gyülekezet, amit Pál alapított, 3 évig szolgált Pál Efézusban, majd tovább kellett onnan mennie. És olvasunk egy találkozót, a Milétoszi találkozót, ahol Pál az efézusi véneket tanította arról, hogy mit kezdjenek a gyülekezettel, amikor ő elmegy, hogy hogyan pásztorolják tovább. Tehát amikor Pál továbbment, az efézusi vénekre bízta a gyülekezetet. Majd valószínűleg visszatért ide Efézusba, és látta, hogy mennyire elharapoztak a hamis tanítások, hogy mennyire elcsúsztak a városban, mennyire népszerűvé váltak ezek a hamis tanítások egész Efézusban, ezért ott hagyta maga a helyet Timóteust. Amikor újra távozni a kellett Efézusból, ott hagyta Timóteust, és megbízta, hogy pásztorolja ő ezt a gyülekezetet. Tudnotok el, hogy Timóteus nagyon fiatal. Természeténnel fogva elég félénk.
És most Pál rábízza egy gyülekezet vezetését. Csak egy pillanatra gondold végig ezt, hogy mennyire hozna zavarba egy ilyen helyzet. Hát Pál egy nehéz feladatot bízott Timóteusra. És ez a levél, amit most utólag megírt Timóteusnak, azzal a szándékkal íródott, hogy segítse, hogy helytálljon ebben a nehéz feladatban. Hogy elmondja, hogy hogyan kell egy gyülekezetet vezetni. És hogy bátorítsa ebben a feladatban, amit kapott. Hogyha egy picit előre lapoztok, a levél harmadik fejezetének 15. verse, a levél kulcsverse, így hangzik. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell szolgálnod Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Szóval ez a kulcsvers, ezért írta Pál a levelet. Hogy megtanítsa Pált, megtanítsa Timóteust, hogyan vezesse a gyülekezetet, mert a gyülekezet isteni. Isten háza. Ez a Golgota a gyülekezet itt Vácon, isteni. Istennek a háza. Ti Isten háza népe vagytok. És nézzétek meg, hogy nevezi ebben a versben a gyülekezetet? Az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Szeretném, hogyha egy pillanatra gondolnál magadra így, hogy te ezen a földön, itt Vácon, ebben az időben az igazság oszlopaként lehetsz itt. És annak erős alapja. A gyülekezet, tehát Isten találta ki. És ezt nem az emberek gondolták, hogy milyen jó lenne, hogy lenne valami Jézus követőjének. Nem, ezt Isten találta ki. És elmondja, hogy hogyan kell működnie. Hogy elérjük a világot. Ez a gyülekezet is annak a szintere, hogy itt felnövekedjen minden ember a szolgálatában, és kiteljesedjen abban, hogy Isten szolgálja az ajándékaival, és elérjük ezt az elveszett világot. Ma csak a 11. versig fogjuk olvasni, szeretném így egybe elolvasni nektek, 3-tól 11-ig. Amikor Makedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen. És mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott. Miután Pál bemutatkozik, mint Isten apostola, mint akit Isten és Jézus Krisztus rendelt a szolgálatba, mint aki apja és vezetője Timóteusnak, a 3. versben ezt olvassuk tőle. Én kérlek téged, Timóteus, hogy maradj Efézusban. Ez egy annyira szelíd dolog, amit itt Pál tesz. Mint vezetője, mint felettese, mint pásztora, mint apostola, mondhatnál, hogy Timóteus, én azt akarom, hogy te ott maradj. Én parancsolom, hogy te maradj ott. De nem ezt mondja Pál, hanem csak szelíden kéri. Én kérlek téged, hogy maradj ott. És ebből már egyből átjön, hogy valószínűleg Timóteus nagyon elvágyott onnan. Hogy nehéz volt ott neki. Hogy le akart létszelni, ki akart szállni a szolgálatból, el akart menni ebből a városból. Ő nem ebből a városból származott, ő egy dolog miatt volt itt, hogy szolgálja Istent, és vezesse ezt a gyülekezetet. Nem tudom, hogy utolérte téged már ez, hogyha Isten szolgálatában vagy, hogy bármilyen helyen, ahova Isten rendelt, hogy hát nekem innen mehetnékem van. Én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb mindenkit utolér. Egy ideig, vagy egy hosszabb ideig, vagy időnként beköszön, ez így elkerülhetetlen, amikor az ember azt mondja, hogy én ezt abba akarom hagyni. Ez túl nehéz. És Pál azt mondja Timóteusnak, amikor ezen a helyen van, hogy én kérlek téged, Timóteus, hogy maradj. Bizonyára hiányolt a Pált. Bizonyára hiányolt, hogy legyen valaki ott mellette, aki segíti őt, de nem volt ott. Úgy egyedül érezhette magát. Meg ha belegondolsz, nem lehetett könnyű átvenni ezt a szolgálatot Páltól.
Pál után szolgálni. Olyan, mint amikor meghalt Mózes, az Úr szolgálja, és elhívta Józsuét Isten. Elképzelhetett, hogy milyen volt belelépni Mózes cipőjébe. Hát ezért kezdődik úgy a Józsué könyve, hogy ne félj Józsué, és ne rettegj, mert valószínűleg félt és rettegett. Milyen lehetett szolgálni Mózes után? Milyen lehetett szolgálni Pál után? Zavarba ejtő. Plusz Timóteus egy alapból egy félénk természetű ember volt. Vannak olyan emberek egyébként, akik természetesen karizmatikusok, erőszemélyiségek, határozott véleményük van. Ja, és az ilyeneket is elhívja Isten vezetőnek, de nem csak az ilyeneket. Elhív néha Isten egy Timóteust is, aki félénk, aki visszafogott, aki nehezen áll ki valamiért. De elhívta őt Isten. Plusz Timóteus tapasztalatlan. Neki most kezdődött el a szolgálat. És valószínűleg eléggé elbátortalanodhatott a nehézségei láttán. Volt bőven a gyülekezetben. Valószínűleg megkérdőjelezte, hogy egyáltalán én vagyok erre elhívva? Én vagyok erre a megfelelő ember? Azt is tudjuk, hogy közben fizikai bajokkal küzdött, tehát még valami betegsége is volt. Na most rakd össze ezt a csomagot. Na ezért akart Timóteus menni. És azt mondta neki Efézus, azt mondta neki Pál, hogy én arra kérlek téged, hogy szeliden, hogy maradj ott. 17 éve szolgálok lelkipásztorként. Mondhatnám, hogy nem olyan sok még. De így értem ezt. Értem, hogy mire gondolt itt Pál. Mert az érzések szintjén is oly sok dolog tud jelentkezni, az embert húzza visszafelé. És direkt így mondom, hogy az érzések szintjén. Az ember nagyon magányosnak tudja érezni magát a szolgálatban. Amikor úgy érzi, hogy hát csak én csinálom ezt. És most kérlek, ne csak a szolgálatra vonatkoztasd ezt, mint a gyülekezetben való szolgálat, mert néha csak így gondolunk erről, hogy hát akkor jó, az rám nem vonatkozik ez a mai tanítás. Próbáld a saját életedben helyezni ezt, ahova Isten téged helyezett. Legyen az a családod, legyen az a munkahelyed, legyen az az iskolád. Az ember néha nagyon egyedül tudja érezni magát. Vagy az érdemtelenség érzése, amikor azt érzed, hogy én egyszerűen képtelen vagyok megcsinálni ezt a feladatot. Nem tudom elvégezni, amit Isten rám bízott. Amúgy ennek a folyamánya lehet egy jófajta függőség Istentől, amikor az ember végre rájön, hogy maximálisan rá vagyok utalva az Úrra. Ez egy jó dolog. Az ember tapasztalhat összezavartságot is. Én is ezt számtalanszor éreztem, amikor egyszerűen nem értettem, hogy Isten mit csinál. Hogy miért nem azt csinálja, amire számítok. Miért nem azt csinálja, amit vártam. Viszont ez mindig jó alkalom arra, hogy keressem Istent, és keressem az ő akaratát. Megtapasztaltam a szolgálatban irigységet is, és nagyon béna dolog, nem vagyok rá büszke, amikor úgy néztem, hogy másnak a szolgálata mennyivel jobb, mint az enyém. Ez egy olyan dolog, ami ki tudja szívni az ember élet kedvét és életerejét, és ettől meg kell szabadulni. Kérni kell Istent, hogy ő takarítsa ki. Szóval nem tudom, hogy Timóteus mivel küzdött az érzései szintjén, de azt kérdezi, azt kéri tőle Pál. Én azt szeretném, hogy maradj. És 6 okot fog felsorolni neki, hogy miért. Ma csak 2 látunk ebből. Az egyik, mert szükség van arra, hogy valaki az igazság mellett kiálljon és tanítsa azt. Ez az egyik. A másik, amit majd elmond neki, mert a szolgálat mindenhol nehéz. Általában van olyan képzetünk, hogy ahol én szolgálok, ott nagyon nehéz szolgálni. Bezeg máshol. De így, én nem tudom, valahogy, amikor most beszélgettem pásztorokkal a missziós konferencián Ausztriában, akkor úgy lejött, hogy ez mindenhol nehéz. Így mindenhol küzdelmes. Az igazság útja nincs így könnyű útra kikövezve, hanem az nehéz út, ott nehéz a szolgálat. Jézus is mondta, hogy ezen a földön nyomorúságotok lesz. A harmadik ok, amit majd jövő héten látunk, ha addig az Úr nem jön vissza, akkor az, hogy Isten a méltatlanokat használja. Tehát, hogyha valaki méltatlannak érzi magát arra, hogy Isten használja, akkor jó helyen van. Mert Isten a méltatlanokat használja. A következő ok, amit Pál mond majd, az, hogy hát a mi Istenünk egy nagyszerű Isten. Őt szolgálni kiváltság. A következő ok, amit elmond neki, hogy egy csatába hívott minket Isten, ahol nem adhatjuk meg magunkat az ellenségnek. És az utolsó ok, ez mind majd az első fejezetben lesz benne, hogy Timóteus ne add fel, mert más feladja, de te ne add fel. Ha majd végig tanulmányozzuk az első fejezetet, akkor mind elérkezünk ezekhez a témákhoz.
De én azt szeretném mondani neked, és ne értsd félre, amit mondok, de ha Istennek szeretnél élni, akkor készítsd fel magad a nehézségekre. És ez lehet, hogy olyan nagyon lehangoló hangzik, hogy Tamás mondhatná a bátorító dolgokat is. Én nem, ezt őszintén akarom elmondani neked. Hogyha valaki Istennek él, az fel kell, hogy készüljön nehézségekre. Múlt héten, amikor készültünk a házaspáros konferenciára, balesetet volt az autóma. Sosem, az elmúlt 15 évben nem történt semmi hasonló. Azon a héten, amikor készültünk a házaspárosra, egy nagyon intenzív hét volt, és nem az én hibámból, de baleset nem volt. És így utólag csak így nevettünk rajta, hogy hát ez így, ez annyira tipikus. Meg az, hogy nem lehettem ott, annak az volt az oka, ugye, hogy édesanyámat kellett vinnem a kórházba. Hát mikor kellett volna, mikor máskor lett volna ez az elhalaszhatatlan időpont, hanem pont ugyanakkor, mikor a házaspáros alkalom volt. És ezek mondhatnám még ilyen kisebb nehézségek, de ilyen sok van. És szeretném, hogyha felvérteznéd az elmédet arra, hogyha Istennek szeretnél élni, akkor nehézségekkel küzdesz. De sosem ennek az íze marad a szánga. Mert Isten jósága ezeket felülírja. Az a kegyelem és az az erő, amit megtapasztalunk Istenben, ezeket felülírja bennünk. Én nem úgy gondolok az elmúlt időszakra, hogy miért választottam a szolgálatot. Én ma is úgy élem meg, hogy micsoda kiváltság Isten szolgálni. Hogy használ engem. Persze pár nehézséget kihagytam volna az életünkből, de Isten tudta, hogy miért engedjen meg. Nem keseredtem meg, mert egy nagyszerű Isten szolgálhatok. Volt egy híres sarkkutató, aki egy hirdetést adott föl egy londoni újságban. Sir Ernest Shackletonnak hívják. Hát ez régebbi történet. Feladott egy hirdetést, egy sarki expedícióra keresett legénységet. Így hangzik a hirdetés, felolvasom nektek. Férfiak kerestetnek veszélyes útra. Kis juttatással. Csontig ható hidegben. Hosszú hónapokra teljes sötétségben. Állandó veszélyben. A biztos visszatérés kétséges. Viszont elismerés és tisztelet siker esetén. Ez volt a hirdetés. És képzeljétek el, hogy ezrek jelentkeztek erre az expedícióra. Miért? Azért, mert olvasták, hogy ennek az expedíciónak a vezetője Sir Ernest Shackleton lesz, aki egy ismert, kiváló férfi volt. És mellette mindezeket a nehézségeket hajlandóak voltak sokan vállalni. Minket Jézus Krisztus hív el az ő munkájába. És hogyha feladna Jézus egy hirdetést, az lehet, hogy valahogy így hangzana. Férfiak és nők kerestetnek kemény munkára, hogy az én egyházamat és a gyülekezetemet építsék. Sok félreértés várható, még a munkatársaktól is. Állandó támadás egy láthatatlan ellenségtől. És nem biztos, hogy lesz látható gyümölcs. Jutalom a munka teljes elvégzése végén várható. Lehet, hogy nagy ára lesz a részvételnek, az otthonod, az ambíciód, az életed. De az Urat szolgálhatod. És erre a felhívásra ma is ezrek adják oda az életüket az Úrnak. Mert dicsőséges dolog egy ilyen Istent szolgálni. Pál szándéka, és amit itt meg is írt Timóteusnak, hogy maradj Efézusban. Tarts ki, és tanítsd az igét. Legyen jó tanítás Efézusban. És nézzétek meg, mit mond neki. Parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Oda kellett mennie Timóteusnak ilyen tévtanítókhoz, és azt mondani, hogy hallgass el, amit te mondasz, az nem az igazság. Na elhiheted, hogy milyen nehéz ezt megtenni egy Timóteus-szerű félénk léleknek. Parancsold meg nekik, hogy ne hirdessenek tévtanokat, és ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal. Mert ezek inkább vitára vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének hitben való elfogadására. Szóval tele volt Efézus, lehet, hogy maga a gyülekezet is ilyen tévtanokkal, ilyen üres fecsegésekkel. Emberek vitatkoztak nemzetségtáblázatokról, üres mondákról, és Timóteusnak el kellett ezzel bánnia.
hogy a gyülekezet az egészséges tanítás színhelye tudjon maradni. Ezek a viták, ezek csak zavart szülnek, összezavartságot, és nem vezetnek senkit Krisztushoz. Voltál már ilyen vitákban? Volt, hogy már Istenről vitatkoztál? Én átéltem ilyet, és utólag szégyenültem meg, hogy még az életben soha senkitől nem hallottam olyan bizonságtételt, hogy valakit bevitatkoztak volna Isten országába. Hogy vitákkal győzték volna meg, hogy neked meg kell térni. Ilyet nem tapasztaltam. Azt mondja az ige, hogy Krisztus jósága vezet minket megtérésre. Isten jósága és szeretete. Na, az meg tud győzni minket. Parancsold meg, hogy ne vitatkozzanak, hogy ne hirdessék. Ez már viszont egy erős katonai kifejezés. Parancsold meg, lépj fel ellene. Mert a gyülekezet az egészséges tanítás szintere kell, hogy maradjon. Ahol Isten szavát tanítják. Az kell, hogy szóljon. És nézd meg, nem azért aggódik Pál, hogy Timóteus hamis tanításokat osztana meg, hanem azért aggódik, hogy Timóteus hajlandó eltűrni, hogy mások ezt teszik. És fel kellett ezzel ellen lépnie. Nekünk Isten szava kell. Nekem lelkipásztorként az Isten igéjét kell tanítanom, és semmi mást. Nem a saját véleményemet, nem a történeteimet. Nem szórakoztatnom kell mást, hanem az igazságot hirdetni. Miért? Mert a parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Na, ezt akarja Isten elvégezni az igéje által. Erre képes Isten igéje, hogy elvégezze, hogy tiszta szívet teremt bennünk. Jó lelkiismeretet. Képmutatás nélküli hitet. És az ezekből fakadó szeretetet. Amikor jössz gyülibe, amikor olvasod Isten igéjét, amikor tanulmányozod az igéjét, amikor gondolkozol rajta, tudd, hogy Isten a szíveden akar munkát végezni. Nem a viselkedésedet akarja megváltoztatni, hanem a belső embert. Belülről kifelé hat. Az a furcsa dolog, hogyha valaki a viselkedést akarná kontrollálni, a gyülekezetekben ez lenne a cél, az nagyon gyorsan gyümölcsre vezet. A viselkedést könnyű kontrollálni. De csak addig van változás, amíg a kontroll ott van. Amíg az a személy, aki a kontroll gyakorolja, jelen van. De Isten igéje a szívünket akarja megváltoztatni. Ez egy sokkal lassabb folyamat. Viszont az ember belülről változik meg. Új emberré lesz. Ezt észben kell tartanom, amikor a gyermekeimet nevelem, hogy ne a viselkedésük legyen a cél a nevelésemnek. Hanem, hogy ugyanúgy, ahogy Isten engem a szívembe formál, én is azt tegyem lehetővé a gyermekeim számára. Isten igéjének gyümölcse a tiszta szív. De mi lehet ennek az akadálya egyébként? És ezt itt látjuk ezen a helyen Efézusban. Azt mondja, hogy némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de se nem értik, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Szóval, hogy elfordultak Isten igéjétől. És ennek az eredménye mi lett? A törvényeskedés. Ha nem volt ott Isten igéje, akkor maradt egy csomó ilyen szabály, meg rendelkezés, meg törvényeskedés. Ugyanazt az igét észrevetted, hogy át lehet adni törvénykező, meg kegyelmes módon. Tehát teljesen máshogy lehet hirdetni ugyanazt az igét. Az a cél, hogy mi a, vagy az a szándék különbözik, a cél különbözik. Szóval nem a szeretet jön ki belőle, amikor valaki törvénykező módon tanítja Isten igéjét, hanem az ítélkezés, ilyen kemény üzenet. Lehet, hogy hallottál már ilyet, hogy mindig ilyen asztalverő üzenet jön Istentől, akkor az nem a kegyelem üzenete, az nem a szeretet üzenete. Az ilyen hirdetés nem jó lelkiismeretet szül, hanem aki hallgatja, az állandó károsztatásban van, és úgy érzi, hogy én nem vagyok elég jó ehhez. Nem őszinte hitet szül, hanem inkább bizalmat a saját erőfeszítéseink terén. Hogy na majd én meg fogom tudni mutatni. És akkor ezek mindig csalódáshoz vezetnek. Isten igéjének célja a tiszta szív. A jó lelkiismeret. Az őszinte bizalom Istenben. Timóteus, maradj meg ezek mellett. Maradj ott Efézusban. És tanítsd Isten igéjét. Ezek elfordultak, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem tudják, hogy mit mondanak, és nem értik, hogy mit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó.
törvénynek van egy nagyon fontos feladata. Az ige elmondja nekünk azt, hogy a törvényt Isten adta, a törvény jó. Mégpedig azért nagyon fontos szerepe van, mert ez ébreszt rá egy embert, hogy ő bűnös. Hogy hiával van Isten dicsőségének. De maga a törvény senkit nem tud megmenteni. Nem tud igazzá tenni. Nem azért adta Isten, hogy ezáltal valaki megigazuljon. Nem az igazaknak adta, akik már hisznek Jézus Krisztusban, hanem a törvény szegőknek adta, az engedetleneknek. És itt van egy hosszú lista, akit Pál felsorol. Nem is akarom egyenként megnézni. Egy hosszú lista, és gondoljátok el, hogy ez az a lista, ami leírta azt a helyet, ahol Timóteus szolgált. Ilyen bűnök domináltak ott. Szentségtelenek, szentségtörők, apa és anyagyilkosok, embergyilkosok, paráznák, fajtalanok, emberrablok, hazugok, hamisan esküvők. Meg még mindaz, amit föl se sorolok, mondja Pál. Te szerettél volna egy ilyen helyen szolgálni? Azért ez elég nehéz terep. Nem csodálom, hogy Timóteus azt mondta, hogy hát akkor én innen megyek. De látod, hogy mi az ellenszere? Timóteus, én arra kérlek, hogy maradj, és tanítsd az Isten igéjét. Mert Isten igéje ezekből, az emberekből ki tudja mosni a bűnöket. Meg tudja győzni őket, hogy higgyenek Jézus Krisztusban. Újjá tudja őket tenni. Lehet, hogy némelyik dolog ránk volt igaz, ami ebből a listából szerepel. És hallottuk az igazságot, hittünk az igazságnak, hiszünk Jézus Krisztusban, és ez megszabadított minket a törvény átkától. Szóval Timóteus, maradj, és tanítsd Isten igéjét. Szükség van rád, szükség van az igazságra. Az pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bizatott. Az az ige, amit hirdetünk, amit olvasunk, az evangélium Isten dicsőségéről szól, aminek valóban van ereje. Ami megment egy bűnös embert. Isten bölcsessége ez, Isten szeretete ez, ami igazságra tud vezetni. És valóban új szívet ad, új emberré tesz. Valóban a lelkiismeret gyógyulásához vezet. Valóban őszinte hitre juttat el. Maradj ott, Efézusban, és tanítsd az igét. Semmi mást. Ebben a három levélben, az első, második Timóteusban és a Tituszban 32-szer van ez a kifejezés, hogy tanítani, tanító, tanítás. Mert ez volt a legfontosabb feladata a gyülekezet vezető pásztorának. Tanítsd az igét. Erről szóljon a pulpitus. Maradj Efézusban és tarts ki. Én nem tudom mindannyiótokról, hogy milyen személyes helyzetben van most. Nem minden esetben az Isten üzenete, figyelj, hogy maradj ott, ahol vagy. Én nem azért mondom ezeket, hogy akkor most neked most ott kell maradnod, hiába nehéz. Nem, azt mondom, hogy hallanod kell Istentől. És néha az a hitlépés, hogy mész. Mint Ábrahámnak is, amikor azt mondta az Úr, hogy pakolj, most jössz. De akkor szólt hozzá az Úr, és azt mondta, hogy gyerünk. És neki el kellett indulnia. De máskor hitből azt kell dönteni, hogy maradok. Amikor Isten azt mondja, hogy maradj, én azt szeretném, hogy ott maradj azon a helyen, ahol vagy. Hiába nehéz. Tarts ki. De azt szeretném mondani neked, hogy ne az elkeseredés, ne a fájdalom, ne a csüggedés legyen az iránymutató. Ha valaki el van keseredve, nagyon mélyen van, az ne hozzon olyan döntést, ami sorsfordító döntés. Mert azon a helyen nem lát tisztán. Nekünk hallanunk kell az Úrtól. Amikor Isten elhívott engem Vajtára, ezt a történetet eljött, hogy elég sokszor hallottad, nem akarlak untatni vele, de nagyon egyértelmű volt, hogy Isten levitt engem Vajtára, és minden egyéb terve meghiúsult. Minden ajtó dur-dur-dur becsapódott, és ez volt az út. És tudtam, hogy ez az út. Lementem Vajtára nagy örömmel szolgálni Istent, és így másfél év nagyon-nagyon kemény időszak várt rám. Nagyon szerettem azt a szolgálatot, hogy egy bibliaiskolát építhettünk, és én ott lehettem építészként, egy zöldfülű tapasztalatlan építészként. De marha nehéz volt. Elhihetitek, hogy lelkileg milyen küzdelmes egy bibliaiskolát felépíteni, hogy micsoda harc ment közben, és mellette meg ott volt egy főnök, aki nagyon keményen fogott engem. Én minden nap eleinte sírtam.
Esténként. Én mondtam, hogy én haza akarok menni. Mint egy kisfiú. Hogy nem, minek jöttem én ide? Meg vagyok bolondulva önkéntesnek ezen a helyen? És képzeljétek el, hogy mindig arra jutottam, mindig oda vezetett Isten, hogy amennyire egyértelmű volt az én lejövetelem, hiszen szólt hozzám, annyira egyértelmű lesz Isten részéről, amikor azt mondja, hogy most már mehetsz. Ezt így megértettem valahogy. Hogy ő nem játszadozik velem. És azt mondtam, hogy jó uram, amíg nem mondod, hogy menjek, én maradok. De ezt minden nap meg kellett harcolnom. És ott maradtam. Hál' Istennek ott maradtam. És úgy érzem, hogy az a másfél év engem felnevelt. Megváltoztatott. Átformált. Kisfiúból felnőtté tett. Férfivá. Nekem nagyon kellett ez az időszak, és nagyon kellett, hogy kitartsak azon a helyen. És valahol úgy érzem, hogy Pál ezt mondja Timóteusnak, hogy akár a sok nehézség, ott van a sok érzelmi viharod, ott van a küzdelmed fizikailag, ott van a gyülekezet gondja, de arra kérlek, hogy maradj, és tanítsd Isten igéjét. Tarts ki. Tegnap olvastam egy ukrajnai pásztornak a levelét, aki pont erről írt. Hogy őt Isten arra vezeti, hogy maradjon. Nem tudom, hogy tudod-e, de elég sok ember hagyja el Ukrajnát, jönnek el. Ideértve egyébként sok golgotás lelkipásztort is, akik amerikai állampolgárként kiemelt veszélyben vannak most az orosz inváziótól, ezért sokuk átjött Magyarországra. És azt gondolom, hogy helyesen tették, hogy elhozták a családjukat, vagy ők maguk is eljöttek. De ez a lelkipásztor, ez az ukrán lelkipásztor azt írta, hogy engem Isten arra kért, hogy maradjak. Hogy legyek itt. Hogy képviseljem Istent ezekben a nehézségekben is. Hogy a gyülekezet aktív maradjon. Mert ha a gyülekezet nem tud segítségnyújtó gyülekezet lenni a nehézségekben, nem tud jelentőségteljes lenni a nehézségek idején, akkor hogy akar jelentőségteljes lenni a jó időkben? Én maradok, írta ő. Kitartok. Istennek adtam az életem. Imádkoznunk kell érte, meg a többiekért, akik ott maradtak. Akiket Isten úgy vezetett, hogy ezt a tettet lépjék meg. Emlékszel Jézusra a Getsemáné kertben? Amikor ott állt a passió előtt, a kereszt előtt, és gyötrődött a lelkében, és mondta Istennek, hogy Uram, ha van más mód, akkor én ki szeretnék szállni ebből. Akkor legyen más valahogy, mert ne kelljen kiinnom ezt a poharat. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem legyen úgy, ahogy te. És végül nem szállt ki. Hanem végigment. Egészen a keresztig. Nem volt más terv. Nem lépett le Efézusból, mert nehéz volt. Nem ugrott ki azért, mert kényelmetlen volt, hanem vállalta a szenvedést, vállalta a keresztet. És ezzel szerzett nekünk üdvösséget. Holott, ha volt valakinek lehetősége kiszállni, az ő volt. Emlékeztek Péternek, amikor kardot ragadott, azt mondta, hogy Péter, hát nem tudod, bármikor ideívhatnék egy légiónyi angyalt, véget vethetne ennek az egésznek. De engedjük, hogy megtörténjen, ami meg van írva. Átengedte magát Isten akaratának. Engedelmes volt. Timóteus, kérlek, maradj Efézusban. Ne szállj ki, ne add fel. Én azért imádkozom, hogy Isten vezessen téged. Hogyha most egy olyan helyzetben vagy, ahol úgy érzed, hogy kiszállnál, legyen akár az egy munkahelyi helyzet, legyen akár az a házasságod, legyen akár az egy szolgálati nehézség, én azt szeretném, hogy hallj Istentől. Hogy Isten vezessen. Hogy adjon erőt és bíztatást és víziót. Hogy ne egy parancsot hallj, ne egy kényszert, hogy nem tehetek mást. Mondhatta volna Pál Timóteusnak, hogy parancsba adom neked. De nem ezt tette, hanem kérte szeliden. Isten vezessen. És azért imádkozom még, hogy azt a helyet, ahol most vagy, azt úgy lásd, ha itt kell látnod, hogy engem Isten tett ide. Isten eszköze vagyok. Istené vagyok. Ez itt maradok. Szóval szeretnék imádkozni veletek,
És mondom, nem tudom, hogy melyikötök életében ez hogyan alkalmazható. De így kérek Istentől vezetést, és kérje te is. Kérje bölcsességet, mert ő ad mindenkinek, aki kéri. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a mai napot, és köszönöm neked Timóteust. És köszönöm azt, hogy ő meghallotta ezt a kérést, és maradt. Én köszönöm neked Pál apostolt is, aki úgy döntött, hogy nem parancsol, hanem szeliden kér. És köszönöm, hogy Szentlélek, ma is így élhetünk a te vezetésed alatt, hogy te nem kényszerítesz, te nem parancsokat osztogatsz, hanem te szeliden hívsz és kérsz. És így annyira jó így megélni az Istennel való kapcsolatunkat, hogy nem törvény alá rekesztettél, hogy nem vagyunk kényszerek alatt, hanem szabaddá tettél. És mégis úgy dönthetünk, hogy ahová vezetsz, oda mi követünk. Mi átadjuk magunkat engedelmességre, szolgálatra. Mennyi atyám, azért imádkozom, hogyha valaki, bárki közülünk úgy érzi, hogy föl akarja adni, hogy ki akar ugrani, el akar menni. Én azért kérlek, hogy szólj és vezesd ezt a testvéremet. Adj neki bölcsességet, adj neki víziót, bátorítást, iránymutatást. Hogy tőled halljon, ha mennie kell. És tőled halljon, ha maradnia kell. Legyen egy tőled jövő vezetés, amiben bele tud kapaszkodni. Olyan hálásak vagyunk a te igédért. Én köszönöm, Uram, hogy az Isten igéje lehet ebben a gyülekezetben is jelen. Sőt, a mi életünkben. És hogy ennek az igének a gyümölcse a tiszta szív. A képmutatás nélküli hit. A jó lelkiismeret. És mindezekből fakadó szeretet. És azért imádkozom, hogy ezekben mind növekedhessünk. Hogy átalakulhassunk, hogy formálódhassunk a belső emberünk szerint. És egyre inkább tudjuk megragadni a szolgálatunkat. És szolgálni azt az Istent, aki elhívott. Én köszönöm, hogy elhívtál minket. Hogy nem könnyű, Uram, ez az út, de hogy velünk vagy, Uram, minden nap. Fogod a kezünket. És bátorítasz minket. Áraz ránk a lelkedet, Uram. Úgy, ahogy Józsué, nekünk is sokszor hallanunk kell, hogy ne félj és ne rettegj. Legyél bátor és erős. És szeretnénk bátor és erős lenni. Tudva, hogy te velünk jössz, hogy a harc a tiéd. Legyen áldott a te neved, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Szóval, maradjatok, ameddig csak szeretnétek, ezt így el szoktam mondani, most is elmondom. Viszont, hogyha kérhetem, akkor akik szeretnének együtt imádkozni így az ukrán helyzetért, ide a bal kezem felé gyűjjenek, és akkor így leülünk egy csoportba, és imádkozunk. Ha neked menned kell, vagy beszélgetnél, semmi gond, csak arra kérlek, ha beszélgetsz, akkor inkább hátul, hogy ne ezt zavarjuk azokat, akik viszont imádkozni szeretnének. Jó?